egy ilyen mérkőzésen debütálni a kezdőcsapatban, a magyar válogatottban, azt hiszem, hogy ez az álom megvalósult? Ez az álom, úgy érzette is? Mondhatjuk, igen, mondjuk még szerintem annyira nem fogtam fel, hogy mi történt velem, még egy kicsit próbálom úgy átérni azt az egészet, hogy mégis mi történt velem, de tényleg nagyon hálás vagyok a stábnak is, a játékosoknak is, hogy ennyire segítőkészek voltak, és tényleg ez egy örökkori álom volt, hogy itt ennyi ember előtt, 65 ezer ember előtt egy ilyen stadionban ezért ezekért a színekért, a címerért harcolni, óriási dolog. Kicsit páras is a tekinteted, ahogy látom. Volt egy kis érzelem, de szerintem az normális. Ha szakmai részét nézzük egyébként, akkor hogy ízlett a mérkőzés? Én úgy láttam, hogy egyre inkább melegedtél bele, és egyre bátrabban jöttél már az első fél időben is, akár be a támadásokba is. Igen, ezt kérte tőlem a mester, hogy az elején próbáljak a biztosra menni, hogy azért belelendüljek a meccsbe, mert azért ez nem olyan mindennapi meccs volt. És szerintem ahogyan mentünk előre az idővel, egyre jobban éreztem ma én is magabiztosabbnak magamat, próbáltam fellépni, segíteni a támadásokat, és Montenegróról pedig úgy gondolom, hogy annyira nem voltak veszélyesek, egy pontrugás után kaptuk a gólt, de azon kívül szerintem mi uraltuk a meccset. Igen, a második fél idő meg különösen jól sikerült, ez minek volt köszönhető szerinted, hogy ennyivel jobbak voltunk? Szerintem igazából az első fél időben is jobbak voltunk náluk, viszont a második fél időben mindenki azt akart, hogy megfordítsuk ezt a meccset, és ebből látszik, hogy mennyire erős ez a csapat. Ez, hogy most itt játszottál ennyi ember előtt, mekkora plusz lökést ad neked ahhoz, hogy ott akar lenni ebben a 23-as keretben az Európa-bajnokságon? Tudom, hogy amúgy is, de azért most szerintem ezután a meccs után talán ez egy kicsit más. Igen, amúgy is, eddig is minden nap azért dolgoztam, hogy esetleg mi a keretben is itt lehessek, az pedig, hogy pályára tudtam lépni, ez még egy plusz motiváció, hogy még keményebben dolgozzak továbbra is, és meglátjuk majd. Köszönöm szépen, gratulálok!